Két évvel az 56-os magyar forradalom után a Castel Felice óceánjáró fedélzetén 1400 kivándorló között 8 magyar is utazik az ismeretlenbe új életet kezdeni. Útközben barátságok és szerelmek szövődnek, de hogyan a hajó halad délfelé, úgy uralkodik el az utasokon egyre inkább a bizonytalanság. És azokkal a kérdésekkel foglalkozik a darab, amit ez a 8 szinte véletlenszerűen összeválogatott magyar a világ túlfelén feltesz a másiknak. Hogy az utóbbi évtizedekben, amiken keresztül mentek, azért ki felel, ki nem felel, lehet-e hibáztatni valakit, van-e. Ez egy krimiszerű színdarab, tehát az is felmerül, hogy van-e köztünk gyilkos. És ha van, akkor mi a teendőnk vele a világ túlfelén, ahol már mit számít mindez? Hogy ki milyen szerepet töltött be otthon, azaz ki volt ügynök, ávós, és ki áldozat az 50-es években, csak akkor kezd el számítani, amikor egyikük eltűnik a hajóról, és megkezdődik a nyomozás. Ez egy valóságos ember. Hanvai csodálatosan írta meg ezt a darabot, én nagyon kedvelem. Mind képszerkezetében, mind figurálisan ábrázolt embereket. Remek. Pompás érzés játszani, szórakoztató, remekül próbáltunk, és Pali úgy vezette ezeket a próbákat, ahogy elő van írva. A mű karaktereit, a négy férfit és a négy nőt nem nevezi meg a szerző, a szereplők listája csak a típusokat adja meg. Az egyik utas neve így csak szemüveges. Alapvetően egy kis ember, hatalmas igazságérzettel, igazságtudattal, akinek gyakorlatilag az első mozdulata az, hogy eltöri a súlyos dioptriás szemüvegét, és onnantól kezdve az utazás során, hát majd, hogy nem az út feléig, szinte teljesen vak. Az előadás végére az utazók elérnek a Castel Felice, azaz Boldogvár nevű hajón, álmaik földjére, de hogy ki az, akire valóban boldogság vár a világ másik felén, az a jellemük függvénye.